Szóval, akkor tollár. Tollár következik. Az jó. Az jó, mert nem tudjuk, hogy hol van. És mivel Juli nincs bent, ezért gondolom lejárt a műszakja, gondolom délután van. Szerencsés vagyok. Bakonyi kisasszony épp itt van. És 3 órával később még mindig ugyanazt a narancslevet iszom. Ne haragudjon, hogy zavarom. Á, maga az. 4 betű. Ókori birodalom. Nem. Ez kajak azt hiszi, hogy keresztrejtényt fejtünk. Ráadásul most egy egyszerű kérdésem van. Na. Ismer Egerben egy Tollár nevű régiségkereskedőt? Tollár? Hát hogy ne ismerném. Régi műkincskereskedő família a Kastrum nevű boltjukat a Harangöntő utcában találja. Megtenné, hogy bejelöli nekem ezen a térképen? Hogyne. Amúgy csodálkoznék azon, hogyha nem ismerne mindenki mindenkit ebben a városban. Ez a sarok lesz az. Tessék. Igazán köszönöm. Ne haragudjon, hogy ilyen apróságokkal zaklatom. Nem haragszom. Ne higgye. Bevallom magának, inkább szórakoztat. De most bocsásson meg, úgy látom, jön az újságíró, akivel találkozót beszéltem meg. Sok sikert! Ami annyit jelent, hogy akkor ő vele már nem fogunk beszélgetni, sőt, mi több, az egész játék során már abszolút nem fogunk beszélgetni, se találkozni, semmit se fogunk már csinálni a Bakonyi kisasszonnyal, de az újságírót azt nem látom. Vagy rám célzott? Vagy rájuk? És hogyha visszamegyek, már nem is lesz ott. Tuti. Tuti. Ja. Úgyhogy ennyi. Akkor Tollár úrhoz menjünk el. Hogy mi volt ennek a neve? Kastrum? Kastrum nevű boltjuk. Én is vásároltam itt. Egy ilyen, mi a bűbánatot? Jaj. Mi volt az? Valami gyertyatartó volt. Én egy édesanyámnak is vettünk valamit innen, mert ő imádjuk a régiségeket. Nagyon király hangulatot kölcsönöz, főleg, hogyha egy ilyen antik szekrényre pakoljuk ezeket a cuccokat. Szóval van ilyen feelingje az egésznek. Jó napot! Üdvözlöm, uram! Miben segíthetek? Körülnéznék a boltjában, ha megengedi. Ön Tollár úr, ha nem tévedek. Ó, Tollár Géza személyesen. Tessék, fáradjon be. Várjunk. Mi most többet akarunk, nem csak a boltról, mi többet akarunk megtudni. Mondjuk ezt utána is adhatta volna be, mint párbeszéd, na mindegy. Bocsásson meg, Tollár úr, de azt a hírt kaptam, hogy vannak magánál olyan régiségek is, amelyek egyenesen Gárdonyi Gézáé voltak. Ó, ön ilyen jól értesült, ura. Hát csak ugyan. Nemrégiben sikerült hozzájutnom jó néhány aprósághoz, amely a Gárdonyi rezidencián foglalt helyet ezeket annak idején Gárdonyi Sándor, az író fia adta el Pestre a Hauser kereskedés számára. Valóságos kincsek lehetnek. Kincsek, ugyan. Hát bevallom, én is azt hittem, hogy sok értékes tárgyra bukkanok, de hát ez messze nem így van. Apróságok, személyes használati tárgyak, amelyekre még az se nyomta rá a bélyegét, hogy a híres írójé volt, de természetesen, ha befárad, akkor bent ezeket is megnézheti. Honnan tudom megállapítani, hogy melyik műtárgy származik a Gárdonyi házból? Ó, hát ez nekem is nehezen menne, különösen ilyen forgalom esetén, de milyen forgalom? Szerencsére... Én vagyok itt egyedül. Talán jobb, ha úgy fogalmazok, hogy igazán furcsa módon Hauserék megőrizték azt a dokumentumot is, amely leírja a tárgyak eredeti helyét a Gárdonyi lakásban. Ezek azonban nehezen beazonosíthatók, lévén, hogy nem stimmelnek a számok, amelyek alapján hát listába vették őket, de hát azért ezek a bejegyzések segítenek az eligazodásban. Megnézhetném azokat a papírokat, Tollár úr? Hát természetesen. Ott az ajtó mellett az asztalon az a barna füzet. Azaz, böngészen nyugodtan. Mondja?
vásárolni szeretne? Hát ez egyáltalán nem kizárt, de hát ez sokban múlik, ugye? A műtárgyak értékén, hát ez természetes, nagyon helyes, nyugodtan nézelődjön, és ha valami nagyon megtetszik, akkor szóljon, nyugodtan parancsoljon erre. Okolja a szimpatikus benyomást keltett nekem így ez a dollár úr, bár ez a színésznek is a munkáján is hozzádobott egy lapáttal. Ami azt illeti, hogy eszméletlenül király dolgok ezek a régiségek. Viszont ha jól tudom, szerintem már csak meg kell nézni a... Mennyi kincs! Ez a bolt a turisták paradicsoma lehet. Mi az, hogy... Sőt, még az óra is kattog. Na szóval, hogy meg kell néznünk ezeket a papírokat, amiket megőriztek. Amúgy furcsállom ezt, hogy egy ilyen vadidegen, egy kvázi egy vásárlónak, akit még a büdös életben nem járt erre, Amerikából jött, és aki szimplán bejöhet, azt így egy engedéllyel nyilván, de megnézheti ezeket a papírokat. Ilyen... Ez lehet az a könyv. Lássuk, mit ír. Ilyet én még nem láttam ilyet, hogy ilyen lehetséges lenne. Na nézzük csak, nincsen olyan szövegbuborék, hogy rendesen el tudjam olvasni. Ez most gáz. Tárgyak, Csényi, grófné, asszony, gyűjteményéből, az minket nem érdekel. Tárgyak, báró, borra, őse. Tárgyak, Gárdonyi Géza, író, úr, hagyatékából. Na ez már jobban hangzik. Mi van még? Tárgyak, Örv, János, jó, őt nem tudom, kicsoda. Szentpál, Fűzél, mindegy. Na, Gárdonyi. Gyermek arcképe, festmény. Feltételezhetően nem Gárdonyi úr munkája. Ja, hát akkor ez tényleg abszolút nagyon király dolog, hogy a Gárdonyi is festett. Ezt tényleg nem tudtam róla eddig, ez annyira király dolog. Biztosan csak ilyen hobbi szinten csinálta. De utána olvasok, most már elkezdett engem érdekelni. A hálószoba baloldali ablaka és a szekrény között állt az író Egri lakásában. Írógép német gyártmány, az író dolgozó szobájában. Istenem, de rossz. A dolgozó szobájában a térkép alatti működőképes kopott. Szóval van egy írógép, az jó. És ez volt a térkép alatt. Ja. Görög szobor fej. Lábtorzó. Várjunk, görög szobor és lábtorzó. Feltételezhetően köztéri szobor részlete a dolgozó szoba ajtaja melletti baloldal szekrény tetején állt. Szóval a dolgozó szoba ajtaja melletti baloldali szekrény tetején állt. Jó. Lábtorzó, szárnyas lábfej. Jézusom, mi ez? valamilyen szobor részlete. Az író ajtó támasztéknak használt a... Mi? Ajtó támasztéknak használta? A dolgozó szobájából nyíló sötét kamrájának ajtajához jobbra hátul a szoba. Jó, ez mondjuk érdekes, hogy egy ilyen lábtorzót, egy ilyen kis picike kis szobrot
arra használt, hogy hiszen megtámasztani egy ajtót. Ez most olyan, mint hogyha én vásárolnék magamnak egy mit tudom én, egy ilyen görög szobrot azért, hogy lehessen, mit tudom én, papírnehezéknek, vagy mit tudom én, egy ilyen felbecsületetlen értékű festményt, hogy eltakarjak a falon egy kávésfoltot, vagy nem tudom, valami ilyen abszolút baromság, de látszik, hogy akkor a Gárdonyi is egy ilyen tökre átlagos ember volt, akinek voltak néha ilyen ostoba hülye ötletei. Francia kártyakészlet, igazából mindegyik ilyen cuccot meg kell néznünk az üzletben, mert ezek szerencsére mindegyik itt van az üzletben. Francia kártyakészlet, hiánytalan angliai kártyagyárból. Sárga réz gyertyatartó, porcelán angyal alak. Jó, próbáljuk ezt megjegyezni. Gyermek arcképe, az mondjuk nem lehet interakcióval lépni vele. Írógép, görög szoborfej, lábtorzó, francia kártyakészlet, sárga réz gyertyatartó, porcelán angyal alak. Jó. Fölírtam. Látszólag valóban nem túl érdekes, és a tárgyak sem igazán értékesek. Mégis az az érzésem, hogy ez a könyv segítség lehet. Arra gondoltam, hogy ez a gyermeki rajz az ez lehetett. Mert nem sűrűn találtam itt ilyen gyermeki rajzokat. Talán még erre valahol. Mindegy. És foglalkozunk a festménnyel, úgy sem lehet vele interakcióval lépni, úgyhogy az fölösleges is megnézni. Mert hogy itt az van most, hogy a Merkur-féle tárgyakat kell megkeresni elsősorban. Csak hogy, aha. Ezek nem olyan tárgyak, ezeket csak így meg lehet nézni. Nézzük csak ezt az üveget, ezt nem lehet. Úgy emlékeztem, hogy lehetett. Nézzük először erre. És mindent meg kell nézni, az egész üzletet meg kell nézni, máskülönben nem tudunk tovább menni a játékban. Ezek mondjuk aranyosak, ez a két. Nem tudom, mi ez, Cupido akar lenni, vagy valami. Itt lent is. Ez nem tudom micsoda, de faszán néz ki. 5400 forint, ez mi az a nagyon drága cucc? Amint valami... Nem tudom, mi akar ez lenni. Halvány elképzelésem sincs anna, de mindegy. Ó, de király, ilyen kis üvegek, meg kancsók, nagyon faszán néznek ki. Eszméletlen. És itt minden, majdnem minden eladó, nem gondolom, minden eladó. Nem mindegy, hogy kinek milyen az ízlése. Ennyi, itt sincs, ezek csak ilyen aranyos kis, nem tudom, szerint ez porcelán akar lenni? Porcelánok. Feltételezem azok. Jó, ezek sem olyanok. Itt a kártyakészlet. Na, ezt elsősorban ezt meg kellett nézni. Oké, a kártyakészlet pipa, azt megnéztük. Nem is kell más csinálni, csak megnézni igazából. Itten, ilyen kis aranyos kis játékbabák. Azért vannak itt nem csak régiségek, ilyen kis matchbox, meg ilyen kis aranyos kis játékok. Más nincs is, csak a kártyakészlet. Odafönt sincs. Szekrénybe se lehet benézni ezt. Ez sem olyan. A lábtorzó az itt van. Mondjuk eléggé súlyosnak néz ki, szóval lehetséges, hogy tényleg meg tud támasztani egy ajtót. De ár nincsen rajta. Ergo, lehet akkor tudni, hogy ez Photoshop. Vagy csak úgy oda tették. Mindenesetre nekem barhára tetszik az a láb.
gyertyatartó, valami ilyesmi izé gyertyatartószerűséget vettünk mi is. De hogy hol van az, azt már nem emlékszem, basszus. Régi kés, meg kanálka, meg régi asztalka, meg régi ilyen üvegek, meg ez se ilyen gárdonyi cucc, úgyhogy valahol más itt nincs, más itt nincs. Nézzük csak. Azért nem szeretem ezt a részét a játéknak, mert ez eléggé vontatott. LOL, mi ez, hogy ez arckép van rajta a vasalón? Ez is valami híres emberé lehetett. De ugye itt eléggé nagy a zsúfoltság ebben az üzletben, hogyha a radiátorra rakják azokat a vizéket. Ah, stuki. Gábor László. Csomó ilyen használati eszköz. Itt az írógép, amivel még nem előbb. Jó, ez semmi. Szóval megvan eddig láptorzó, a gyertya, meg a kártyakészlet. Ami maradt nekünk, az ő. Hermész. Ez is, pedig ez német gyártmány. Viszont mégis egy... A Hermész, az tudjuk, hogy az a Merkurnak a görög neve. És azt hiszem ennyi. Ennyi volt. Ha jól tudom. Szóval az írógépet kellett megnézni, a gyertyát, a láttorzót, meg a kártyát. A többivel azzal nem tudunk interakcióba lépni, úgyhogy nagyjából ennyi is volt. Ne tudjátok meg... Minden apró cseprő üggyel nem akarom zavarni Tollár urat. És azért szeretném akkor még egyszer kihangsúlyozni a játéknak azt a hibáját, hogy a puzzle részek eléggé átgondolatlanok néhány területen. Például, hogy itt most végig kellett néznem mindent ahhoz, hogy ezeket a Merkur tárgyakat most így a fejünkben, vagy akár papírra leírva így számításba vegyük, hogy nagyjából hol helyezkedett el az a cucc. Várjunk csak, most visszajövök. És most is be tudnék ugyanúgy menni, csak hát... Kezét csókolom, Iza néni. Jó napot, John fiam. Mik a hírek? Nyomon vagyok, Iza néni. Hát nem vagyunk nyomon. Még azt sem tudom, hogy mit. Persze, jöjjön. Mit csinálunk. Éppen üres a ház. Üres a ház, ami azt jelenti, hogy eddig is üres volt, szóval nem értem, mi ez. Na de akkor térjünk a lényegre, mert elhúzódtak itt a dolgok. Ó, hát a higany. Persze. Az alkimisták számára csakis Merkúriusz. Nem tudom, hogy jött ez ide. Mindenesetre Jonathan így a fejéből kipattintott egy ilyen érdekes információt, hogy a higany, az a hőmérő, az is ilyen Merkurhoz kapcsolódó tárgy akar lenni. És most van szükségünk a brosúrára, és most már tudunk nyilazni. Hurrá! Ha van 4 pontunk, azok összekötve képesek arra, hogy a meccéspont révén megjelöljenek egy 5. pontot. Ha van meccéspont. Nos, sokat gondolkodtam, hogy ez mégis... Ez John, hogy a büdös bűbálatba találja ki ezt. Hogy most kell lennie nekünk, most meg elpróbálom elmagyarázni, most van nekünk 4 darab Merkurhoz kapcsolódó tárgyunk. Ugye úgy volt a titkos írásban, hogy megtaláltam az 5-ös számú jelet, a 60. kapu kövére volt vésve. Ezt már el nem engedem, ergo nála van. Merkur, vigyázz rá! És most az van most kitalálva, hogy Merkurhoz kapcsolódó tárgyak a Gárdonyi házban, van belőlük 4 darab, amiket hát az írófia 1-2-t így elkótyavetjelt Pesten, és abból a barna füzetből kellett kimazsoláznunk, hogy egyes Merkurhoz kapcsolódó tárgyak azok hol álltak. Tetszik érteni? Tetszik érteni engem? Szóval az első tárgyunk, ami tudja, hogy Merkúros, az itt van.
Vajon mi pontokat érdemes összekötni? Szerintem... És kötődnek-e valahogy a Merkurhoz? Igen. Szóval van 4 darab tárgyunk, és a 5. meccés pont az... Először azt hittem, hogy az adja azt a bizonyos 5-ös számú jelet, csak az meg teljesen más. Mindenesetre visszamegyünk a tollárhoz, a barna füzetért, mert elfelejtettem, hogy pontosan hol van az a néhány tárgy. Ugyan uram, nem csinálunk mi semmit, csak így bejövünk ide. Aztán egy nagy zsákkal így kimegyünk, és akkor az üzlet az tök üres lesz. Elnézést. Hapci. Szóval a barna füzet szerint az írógép az író dolgozószobában a térkép alatti résznél állt. Szóval, ja. Igen. Várjunk. Meg aztán a lábtorzó, ami még kell. Szárnyas lábfej... bronzszóval részlet. Az író ajtó támasztéknak használta a dolgozó szobájából nyíló sötét kamrájának ajtajához. Jobbra hátul a szoba sarkában. Igen. Erre van szükségünk. Erre. Várjunk csak, a dolgozószoba ajtaja melletti baloldali szekrény tetején állt. Ez görög szobor, az nem kell nekünk akkor. Francia hiánytalan kártyák, blablabla. A dolgozószobában a baloldali festett ajtajú szekrény jobb oldali... Ja nem, a francia kártyakészlet az nem Merkurhoz kapcsolódó. Szóval az írógép kell nekünk, meg a lábtorzó. Szóval, az írógép az a térkép alatt van, a lábtorzó pedig ezt a kis sötét kamra jobbra hátul a szoba sarkában. Jó, fölírtuk. Nekem ez a 2 tárgy fog kelleni. Mi Merkur is, meg rendesen el van helyezve. Mindjárt megmutatom, hogy mire gondolok. Úgy. Ezt nyomjuk már el, így. Ezt képes simán elnyomogatom az átvezetőket, meg mindent. Csak nem mindig akartam. Szal, a térkép alatti résznél itt volt akkor az a írógép. És, szóval, hogyha ebből a nézőpontból vagyunk, akkor a szoba végén, a jobb oldali kis kamrában, ami már be van... gipszelve, be van tömve, el van takarítva. Itt volt az a extra cucc. Amúgy azt hittem, hogy ez fog nekünk kelleni. Ez a görög cuszli. Szóval mindegy, szóval ebből ezek kellenek nekünk. Ott a túloldalon még van valami, amit... Na mindegy, szóval kell nekünk a Merkur elsősorban. Akkor itt van a kamra, valahol itt. Az írógép az itt van, itt volt, pontosabban. És valahova... Itt a szekrény tetején volt az a... Ja, akkor a szekrény tetején. Arra mondta. Akkor nem az a tárgy kell, ami itt van, hanem azt, amit ide raktak. Mondom, amit oda raktak. Please. Szórakozol, haver. Ez lesz az. Na végre. A Merkurhoz köthető tárgyak a Gárdonyi házban egy bizonyos pontot jelölnek. Ja. És erre tudjátok mennyi ideig tartott, mire rájöttünk? Hogy basszus, hogy ott van valami? Úgyhogy köszönjük szépen a készítőknek, hogy ennyire egyértelmű puzzle feladatványt adtak nekünk, szóval nekünk ez fog kelleni. Jó.
J5, keresse. Csonka M, D7, pince. Megvan hát, mi állt akkoriban a 60-i kapun. Az író persze nem hozhatta el a hatalmas követ, így átsatírozta a szöveget. De vajon mi ez a Csonka M? Ez mondjuk egy igazán okos gondolat volt az író részéről, hogy valóban nem hozta el azt, ami a 60-i kapun állt, mert ezért akartuk keresni a 60-i kaput először, csak hát elbontották. De ennyi erővel mondjuk az író a Istenes pincéhez tartozó cuccot is, de azt is megtalálta, hogy nem, azt nem találta meg az író, csak a... Azt csak a Jámbor találta meg, vagy... De azt hiszem azt is megtalálta a J1-est, ami az Istenes pincében, azt is átsatírozhatta volna ennyi erővel, az gyűjtögethette volna, hogy hát megtaláltam a J-nek a következő üzenetét. Szóval, ja, volt a J1-es az elfogtak, és a J5 keresse. Csak a J1-eshez nem volt semmiféle ilyen melléklet. Szóval Csonka M7D pince. És én először azt hittem, hogy mikor megtaláltam, hogy ez az ötös számú jel. Hogy V, tudjátok, római szám. Na, mindegy. Szóval megvan, ennyiben le is lett zárva a Merkúros téma. Merkur vigyázott erre az üzenetre. Úgyhogy, ja, úgy ennyi. És akkor kérdezzük ki, akkor ez erről a rengeteg új információ került a birtokunkba, úgyhogy ezeket is meg kéne érdeklődni. Ah, nem. Jó, akkor közben cammogjunk is haza, mert vége lesz a... Menj már a fenébe. Na és menjünk közben. Jó napot, Juli! Hello, Jonathan! Segített a kis nyomozásom a kincseivel kapcsolatban? Hát persze. Maga nagyon kedves és ügyes volt, Juli. Maga nélkül én semmire... Na jó, hagyjuk ezt. Örülök, hogy segíthettem. Tényleg. Inkább azt mondja, most miért hívott. Most nem olyan nehéz kérdésem van. A Csonka M utcát keresem. Csonka M... Milyen M? Hát ez az, hogy nem tudom. Talán Mihály vagy Mátyás, esetleg Mária. Olyan könnyű ez a kérdés. Szinte biztos, hogy nem a belvárosban van. Jonathan, nem érne rá ez a dolog holnapig? Éppen hazaértem, mára lezárnám a nap. Jaj, hát persze, holnap is jó. Holnap utána nézek valami utcanévhatározóban vagy ilyesmiben, biztos meg lesz. Csak már nagyon fáradt vagyok, most már nem mennék vissza. Értem, oké, és köszönöm. Én is fáradt vagyok, ám nehezen megy az agyam. Biztosan a jetlag. Reggel hívom, addig is viszlát. Hurrá! Harmadik nap. Jaj, de jó, annyira szeretem a harmadik napot, az egyik kedvencem. Halló. Jó reggelt, Sáros Júli. Jaj, szia, Júli, jó reggelt. Hogy vagy? Köszönöm, minden oké. Azért telefonálok, mert hogy megnéztem, Egerben nincs semmiféle Csonka utca. Sem Miklós, sem Mihály, sem Margit, semmi. Értem. Szóval, hogy nincsen semmiféle Csonka. Jó, azért nagyon, köszönöm, nagyon kedves vagy. Te meg nagyon álmos, ahogy hallom. Most keltél? Igen, ne haragudj, igen, egy kicsit, de nagyon-nagyon örülök, hogy telefonáltál. Jonathan, kicsit szedd össze magad, így áll egy jó kávét, aztán hív vissza, amikor részhez tértél, jó? Jó, igen, hívlak nem sokára. Várom, na viszlát. Ja. Nos, akkor kérem szépen, hölgyek, urak, mindenki nagyok, kicsik, meg akár... Ezek nem jó hírek. Feltétlenül meg kell találnom ezt a Csonka nevű embert, vagy utcát, vagy bármit. Ember azért beágyazhatnál néha. Szóval, akkor ennyi lett volna a második nap. Szerintem az egyik, a második
legrosszabb puzzle részen túl vagyunk, úgyhogy jó, ezt most nem kifejezetten sértésnek szántam, csak hát én személy szerint nagyon nem szerettem ezt a Merkúros részt, így főleg a vége felé. Úgyhogy ja, a harmadik nap az sokkalta könnyebb, sokkalta egyértelműbb, és sokkal, de sokkal jobb, mint az eddigiek, az egyik kedvencem. Úgyhogy ezt a részét innentől kezdve most már örömmel fogom játszani. Szóval, ja, újfent sok dolgot tudtunk meg. A Gárdonyiról kettő Jumurdzsákkal kapcsolatos üzenetet is megtaláltunk, és hát, ja, folyt köv akkor a következő részben. Addig is, sziasztok!